Pest Centimre ügyeivel foglalkozunk a következő beszélgetésben. Vendégünk Csabafi Róbert, a 12. számú választási körzet önkormányzati képviselője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Csabafi Róbert vagyok. 2010-ben, amikor nekivágott ennek a ciklusnak, megfogalmazott-e önmagának határozott terveket, amelyeket szeretne véghez vinni ebben a, vagy szeretett volna véghez vinni ebben a 4 éves ciklusban? Természetesen megfogalmazta. Hát a választási programban is szerepelt, azokban konkrét ígéretek szerepeltek, illetve tervek, illetve hát valamilyen erkölcsi minimumot is megfogalmazott az ember magának, hogyha elvállal egy munkát és azt meg is kapja rá a felhatalmazást, akkor minél jobban meg akarja azt csinálni, teljesíteni akarja. Melyek voltak a főbb vállalások, vagy célkitűzések, inkább így kérdezem? Hát ez a körzet ugye ez két nagy részből áll, az egy fele az a Lacskai lakótelephez tartozik, a nagyobbik része az meg Kertváros. Kertváros, Imre, illetve a 18. kelet is ugye tudjuk nagyon jó, hogy a fővárosban az egyik legkevésbé csatornázott terület volt, most már lehet, hogy mondjuk, hogy mondhatjuk azt, hogy volt, és Imre még a 18. keleten belül is a kevésbé csatornázott részek közé tartozik. Nálam az én kertvárosi részemben szinte sehol nem volt csatorna, hát természetesen a legfontosabb az, hogy végre épüljön ki a csatorna. Illetve, hogyha majd az kiépült, akkor természetesen a csapadékvíz elvezetés, szikkasztás, illetve a többi közmű, hát ennek a két feladatok a megoldása. A Alacskai lakótelepen, ott a, alapvetően ott, szerencsére ott ilyen probléma nincsen, viszont a park rendbehozata, ami közepén van, annak a jogi helyzetének a rendezése, illetve a közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztések voltak által megfogalmazva. Lehet különbséget tenni, hogy a kertvárosi rész, vagy a lakótelepi rész volt az, amelyik több feladatot adott, vagy több feladatot hozott ebben a 4 évben? Lehet így különbséget tenni? Hát lehet. Hát eleve a nagyobb része az a kertvárosi rész, hát illetve hát ez egy óriási munka, ami most történik, illetve meg, részben megtörtént a csatornázás, hát ez nem összemérhető semmilyen más munkával. Talán, hogyha építenénk egy intézményt valóban, az összemérhető, de hát a volumenében ez nagyon nehéz felülmúlni. Ugye a csatornázást most kétszer is említette, tulajdonképpen hol tart most, milyen állapotban van? Az önkormányzati közvetben, ahol én képviselő lehetek, ez a Kisfaludi utcától húzódik egészen a határútig, illetve ott a Alacskai lakótelepen, illetve a Lea utcától lefelé, a Lea utcától egészen a gyárig. Nem tökéletesen, mert mostan ezek az új körzetekről beszélek, a új körzethatárok, a régi egy picivel másabb volt, de most az új körzethatárokról beszélek. Szinte mondtam az elején is, hogy nem volt csatornázva. Ezt akartuk, ezt kellett megoldani. Nem tudok erre mit mondani, hogy nehezebb miért. Annyiból kérdeztem, hogy amikor legutóbb Talos István és Ugi Attila tartott egy közös sajtótájékoztatót, akkor ott az az ígéret hangzott el, hogy ugye decemberben már Pest Centimre is megkezdődnek a rákötések, tehát erre kérdeztem volna. Ja, akkor bocsánat, elkandozott a gondolatom. Az én körzetemnél, ha erről a körzetről beszélünk, egy kis része várható, hogy idén már bekötésre kerül, ez az Adi utca és a Vasút utca közötti résznek a Bagamir Benyámin, illetve a Kalász utcától lefelé Kalász utca és a kicsi utcák, amik várhatóan idén már rákötésre kerülhetnek. A nagyobb rész az nem kerülhet rákötésre, hiába van kész, hiszen egy ilyen vízgyűjtő területi egységnek ki kell épülni, akkor veszi csak át majd a főváros. Említette, hogy az Alacskaújti lakótelepen az egyik legfontosabb probléma, hogy a bizonyos közbiztonsági kérdéseknek a megoldása volt. Ezt hogyan lehetett orvosolni, milyen módon? Hát a terv azt hiszem több helyen el is hangzott, újságokban máshol is megjelent a térfigyelő kameráknak a kiépítés. Ez az egyetlen lakótelep, ahol nem üzemelt térfigyelő kamerarendszer. Először a rendőrséggel történt meg az egyeztetés, a rendőrség megmondta, hogy ő szerinte hova célszerű kamerákat tenni, mennyit ér célszerű telepíteni, ez akkor megtörtént, és ezután elkezdődött a oszlopok állítása. Már néhány oszlop látható, lehet, hogy mire az ember ez a tévébe kerül, ez a műsor, addigra már az összes oszlop az Alacskai lakótelepen kiépítésre kerül, és utána egy-két héten belül várható. Lehet, hogy már jövő héten már a kamerák is üzemelésre kerülnek, és akkor ez be lesz kötve a rendőrséghez, és a rendőrségen belül tudják figyelni a kameráknak a képeit. Az elmúlt 4 évből ugye sok minden történt Pest Centimren és ebben a körzetben is konkrétan. Mi az, amire a leginkább büszke, amit úgy érzi, hogy mindenképpen a jót sikerült véghez vinni, és
nagyon fontos volt a város rész, vagy a kerület rész szempontjából. Hát mondanék néhány apró dolgot is a nagyok mellett, hogy végre a Kapocs iskola melletti erdőnél most egy kis felújítás történt, kis focikapura most háló került, újabb ilyen tűzrakóhelyek, táblák kerültek ki kirakásra. Ezek kis apró dolgok, de szerintem fontos dolgok. Remélem nem olyan rövid ideig lesz majd használható, mint a másik, hiszen az fél év alatt sajnos tönkretették. Valószínűleg az környéken lakó, nem tudom, emberek, mondjuk fiatalok, nem tudom, hogy kik tették, nem tudjuk, de reméljük ez tovább lesz használható. Apró kis lépés, de szerintem fontos, illetve néhány utcai átjáró, ami fontos volt, nagyon régóta várható volt a Kapocs, nagyon régóta akarták, aláírás gyűjtését gyűjtöttek, hogy a Kapocs iskolánál legyen jelzőlámpás átkelőhely, az is megépült végre, vagy hogyha megyünk az Alaskai lakótelep felé, ott a Határ utcánál egy zebra épült, illetve a zebrának a folytatásánként, ahol már be lehet menni majd az erdőbe, egy járda éppen most van építés alatt. Ezek apró kis dolgok, ahhoz képest, hogyha a csatornázásról vagy például az Imre központ megépítéséről beszélünk, összesen mérhető, de szerintem nagyon fontos kis a közérzetet javító intézkedés volt. Ugye október 12-én önkormányzati választások lesznek. Ha szavazók a következő 5 évre ismét önnek szavaznak bizalmat, mi az, amit legfontosabbnak tekint, hogy mindenképpen meg kell csinálni, vagy mindenképpen szeretné, hogyha létrejönne ebben az időszakban? Hát, hogyha a Lőrinc felé haladunk, akkor az Alaskai lakótelepről kell beszélni. Természetesen meg kell nézni, hogy ez a kamerarendszer, ami most kiépült, ez beváltja a hozzáfűzött reményeket, ha nem, akkor persze kell rajta javítani. A park, aminek a építése, tervezése, hát most már jogilag valamennyire tisztázódott, elkezdődik, illetve a parkhoz valamilyen módon parkolókat, hozzákat csatlakozott parkolókat is kiépíteni, hiszen az Alaskai lakótelepen, hát szerencsére nem úgy épült, hogy ennyi embernek lesz gépkocsija, és hát azoknak való állniuk kell. Ez mindenképpen megoldandó feladat, a vízelvezetés, a Alaskai lakótelep, pedig így most már akkor eljutunk a kertvárosi részre. Ha a csatornázás megtörtént, az utak aszfaltozása megtörténik, van néhány út, nem is kevés út, aminek a szélességének felül kell majd vizsgálni a tapasztalatok alapján, azt mindenképp, hogyha lehetséges, akkor azt szélesíteni kell. Sajnos ugye az utak kiépítésénél az EU-s pályázat keretében a főváros által valósul meg a csatornázás. Az csak a nyomvonás helyreállítás biztosítja. Rengeteg utunk ugye az rossz állapotban van, volt, főleg most, hogy rámentek a munkagépek, hát használhatatlannál álltak volna, és középre tettünk volna körülbelül 1 méteres nyomvonalú sávot, hát borzasztóan nézett volna ki. Így az önkormányzata a saját pénzéből 600 millió forintot tudott erre rászánni, mondhatom így. Nyilván, hogy többet is szeretett volna, csak hát ez volt a büdzsé. Ez körülbelül az utak felére elég. Tudjuk jó, hogy ezzel nincsen befejezve. Szerintem ez mindenki tisztában, ezt folytatni kell. És akkor, hogyha ez megtűnt a csatornázás utak végre, ahol rendes, ott már végleges, akkor az megvan. Utána jön a nagyon fontos kérdés, ugyanígy azért mondtam, hogy a Lacskán, amikor átértünk, a csapadékvíz elvezetés, illetve szikkasztása. Ez egy nagyon nagy feladat lesz, amit szerintem meg kell oldani, és ehhez kapcsolódóan, hogyha az utak rendben van, természetesen a járdákkal is foglalkozni kell, és akkor, hogyha ez a három dolog meg lesz, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából megvan az utaknak a úgy nézhettek majd ki, ahogy ki kell néznie, ahogy elvárjuk, hogy kinézzenek a 21. században. Van munka bőven. Én sok sikert kívánok, hogy mindez sikerüljön végezvényes. Köszönöm, hogy beszélgettünk.